Romániában nem kellene a koronavírus járvány esetleges negyedik hullámáról beszélni, amíg az ország megfelelő mennyiségű vakcinával rendelkezik, és bárki előjegyzés nélkül beoltathatja magát, mondta tegnap Florin Kőcu miniszterelnök Gyulafehérváron. Fehér megye oltás szempontjából a hetedik az országban, de még ez sem elegendő, mondta tegnapi látogatásán Florin Kőcu miniszterelnök a Gyulafehérváron tartott sajtótájékoztatóján. Megismételte, csak is azon múlik egy negyedik hullám megjelenése, hogy elegen beoltatják-e magukat. Egy kampány az életért. Erről beszélünk. Egy kampányról, amelynek célja, hogy visszatérjünk a normalitáshoz. De csak oltással térhetünk vissza a normális kerékvágásba, és a nyilvános térben mindegyre hallani a negyedik hullámról. Ma Romániában nem kellene ilyenekről beszélni, megvannak a szükséges oltásadagok, jut mindenkinek. Ha beoltjuk magunkat, ez ugyan nem kötelező, de ha beoltjuk magunkat, akkor nem lesz negyedik hullámunk. Hozzátette, Románia az első ország az Európai Unióban, amely lehetővé tette, hogy az emberek előjegyzés nélkül mehessenek oltatni, és bármelyik vakcinát választhatják.